Tájékoztatás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztornyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával. Nos, és hát itt vagyunk, a telefonunk túlsó végén pedig Tunkli Dani, az Accord alapkezelő ZRT befektetési igazgatója. Szia, jó reggelt! Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! Na, egy érdekes dologra fogod felhívni a figyelmünket, hogy hát bizonyos technológiai cégek hogyan változtatják meg a finanszírozási modelljüket, talán lehet így fogalmazni? Lehet így fogalmazni, én lehet, hogy egyet távolabbról indítanám, tehát hogy azt tudjuk, hogy egy nagyon-nagyon szép emelkedésen van túl a technológiai szektor Amerikában. Azt is látjuk, hogy fantasztikus árazási szinte már buborék alakult ki az egyes cégekben, és nagyon racionális ezeknek a cégeknek a vezetői első körben úgy gondolták, hogy akkor valamennyi részvényüket értékesítik, aztán meg úgy gondolták, hogy mi lenne, hogyha ezen az áron még vonnánk be tőkét, ezt ugyebár részvényelbocsátásra tudták megcsinálni, és harmadrészt meg úgy gondolták, hogy hát mi lenne, ha a drága kötvényeinket is egy kicsit olcsó finanszírozásra cserélnénk le, és aztán ezekkel a pénzekkel vagy befektetik további növekedésbe, vagy az új trend az, hogy bitcoint vesznek belőle. Uh-huh. Ez miért jó? Hát nyilván, hogyha valaki hisz a bitcoinban szinte már fanatikusan, akkor úgy gondolja, hogy ez sokkal többet fog érni. Vannak olyan elemzői várakozások, hogy ez azért augusztusra már inkább 110 ezer környékén lesz a mostani 50 ezer helyet. Nyilván akkor ez egy fantasztikus befektetés, inkább az a kérdés, igen, csak közben pedig ilyen volatilis, és egy ilyen vállalati finanszírozási manőverbe az, hogy máma ennyit ér, holnap mínusz 30-at, de napon belül már plusz 15-öt, szóval az nem a stabilitásnak a szinonimája a bitcoin. Pontosan igazad van, és nyilván ahogy nő a mérete majd a bitcoinnak, akkor úgy majd egyébként stabilabb lesz, tehát idővel csökkenni fog ez a volatilitás, de most teljesen igazad van, hogy ez nem egy szokványos dolog, hogy a készpénzt azt nem dollárban, euróban tárolod a betétszámlán, hanem inkább bitcoinban. Viszont azt mondják ezek a jó emberek, hogy miért tárolnál egy olyan eszközben, ami nullát hoz, sőt, vannak olyan devizák, ugyebár, amik mínuszos kamatúak, helyette inkább beteszik egy értékőrző eszközbe, szerintük ez a bitcoin megfelelően. Nagyon érdekes, mert a MicroStrategy cég csinálta például ezt, hogy kibocsátott egy átváltató kötvényt 600 millió dollári értékében, nulla kamatra, tehát hogy az nyilván a finanszírozás ezt nagyon szépen megoldotta, és egy az egybe betolta bitcoinba, amin azóta azért már szépen keresett. Tehát hogy ez nyilván nem egy bevett módszer, de az látszik, hogy egyre több cég elkezdte a készpénzét átváltani, ahogy a múltkor beszélgettük, a Tesla is. Igen, csak épp ezt akartam mondani, hogy a Tesla az nem intőjel a Twitter számára. Most nincs összefüggésbe a két dolog, de ahogy ugye a Tesla bejelentette, hogy elég sok pénzt tesz bitcoinba, akkor a bitcoin csúcsra ment, aztán pedig utána a Tesla össze is csuklott az árfolyamot illetően, és hát azóta a bitcoin is korrigál. Igen, én nekem most van egy ilyen teljesen szürreálisnak tűnő spekulációm, ami néha bejön a Tesla esetében, például bejött, hogy a Twitter is ki fog bocsájtani, de ki is bocsájtott már egy ilyen átváltható kötvényt, és ugye be tudjuk, hogy a Twitter meg a Square-nek a vezérigazgatója ugyanaz, és tudjuk, hogy a Square azért rendszeresen vesz bitcoint a készpénzéből, tehát nem kizárható, hogy előbb-utóbb a Twitter is egy rendes eszent, ami már azt jelenti, hogy a másik nagyon nagy tech cég áll bele ebbe az új irányba, és ahogyan pontosan te is fogalmaztál, a Tesla csártyán kijelölte a bitcoin vásárlása csúcsot, az aktuális csúcsot, azóta nagyjából 20%-ot esett az árfolyam. Lehetséges, nyilván ez már csak teljesen spekuláció, hogy a Twitter esetében is, ami most nagyon erős csártot mutat, 40%-ot emelkedett idén,
ez kijelölhet egy csúcsot, hogyha hirtelen bejelentik, hogy... Hát igen, az ilyen túlhúzott részvényárfolyamok mellett tulajdonképpen majdnem mindegy, mit csinál egy cég, hogyha a befektetők úgy ítélik meg, hogy egy picit is gázos vagy kockázatos, akkor innentől könnyű hanyatt esni. Tehát ez jól elválasztható, hogy például a Teslát is ez a lépés ütötte meg, vagy pedig most az látszik, hogyha ránézünk a Nasdaq chartra, ugye ez tyúk vagy a tojás esete, hogy most azért, mert esik a Tesla, meg a többi, az húzza le az indexet, vagy pedig alapvetően egy technológiai részvénypiaci korrekciót látunk beindulni. Szóval, hogy ez mennyire választható szét, vagy mennyire jelenthető ki, hogy tényleg ettől esett a Tesla? Szerintem nyilván nem lehet teljesen kijelenteni ezt. Nyilván van egy korrekció most ezekben a technológiai részvényekben, hogyan a hozamok emelkedtek. Viszont az látszik a befektetői kommentárból, hogy nem tetszett a nagy intézményi befektetőknek ez a lépés. Igen, az kétségtelen, én is olvastam egy párat, hogy mondták, hogy a Musk bitcoinba akar spekulálni, azt tegye meg, de a cég pénzén, meg ilyenek, igen. Hát igen, de mondjuk egyébként a másik oldal, csak hogy valahogy egy kicsit védjem is ezt, hogy végül is a Tesla azóta többet keresett profit szinten bitcoinon, mint autóeladásból. Tehát, hogy ezért is kapott, ez volt a másik, igen, hogy most már jó lenne az autókon keresni, mert már a környezeti emisszión kezdve, már nem tudom, mint... Elon Musk, mint üzletember, mint zsonglőr bizonyított, de mint autógyár még mindig nem, igen. Igen, és igazából az intézmény oldalon ez az egyik aspektus, ami nem tetszik a befektetőnek, a másik meg az, hogy azért nyilván a bitcoin termeléshez, kereskedéshez nagyon sok energia kell, ami most ugye a másik ilyen nagy felkapott téma az ESG kapcsán nem feltétlenül a legjobb megoldás. És hát nyilván a Tesla, mint az egyik éllovasa ennek az ESG forradalomnak, így azért most a reputációja ezért csökken a befektetők között. Tehát, hogy egy csomó ilyen fundból lehet, hogy ki is kerül akár, vagy hát szó volt róla, mondták intézmények, hogy ki fog kerülni, mert hogy ez nem az az irány, amit egy elektromos autógyártótól várnának az intézménybefektetők. Szóval igazából én csak azt mondom, hogy szerintem alapvetően van egy technológiai korrekció, lehet, hogy ez még folytatódik is, de azok a stabil kezek, akik egyébként utána is tudnák venni a papírt, azok lehet, hogy kevesebben lesznek ennek hatására, és lehet, hogy a Twitter esetében is látunk majd egy ilyet, de ez természetesen nem biztos. Aha. Hát jó, meglátjuk. Aztán lehet ugye, hogy egy ilyen nagy esés után mindenki rákap erre, és akkor ez egy normális ügymenet lesz, hogy a tartalékokat bitcoinban tartják. Izgalmas az a kérdés mindenki. Főleg, hogyha aztán egyszerre jön egy bitcoin korrekció, akkor az összes ebben ülő részvényeinek az árfolyama indul lefelé. Hát szóval elég összetett a kérdés, a probléma elég új, úgyhogy majd még vizsgálgatjuk többek között a segítségetekkel. Köszi, Dani, hogy beszélgettünk erről. Jó munkát neked és szép napot. Köszönöm szépen, szép napot neked. Szia! Tunkli Danival, az Accord alapkezelő ZRT befektetési igazgatójával beszélgettünk arról, hogy hát lehet, hogy a Twitter is beáll a sorba, mert láttunk már ilyet, ugye, hogy átalakítható. Jó lenne, hogyha a Millás reggel is beállna sorba, csak mondom, financiális szempontból, tehát. Bocsássunk ki átalakítható részvényt, és abból... Jelentékeny részét mi is tegyük, én erre szavazok mostan. Jó, akkor már van egy... Majd megnézzük, hogy a többiek hogy boksolnak. Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni. Na, megnézzük, hogy milyen üzeneteket kaptunk. Azt mondja, hogy... Ez a mindent központosító militáns állam gondolkodása, de most a 21. században, ez még ugye az ezt megelőző... Nyilván az orvosos beszélgetés. Így van, ez arra jött. Aztán miért azért nem viselnek az emberek zöld területen maszkot, mert korábban volt ez a könnyítés. A Gellért ilyen környező utcákban mindenki maszkban felérve letépik a tömegben. Ahogy felér a friss levegőre, igen, az ember leszedi a maszkot magáról. Volt egy könnyítés, hogy szabad téren nem kell ezt hordani. Aztán Soroksár... És egyébként valljuk be, tehát minek mész szabad térre, tehát azért, hogy megszabadulj ettől a dologtól. Ez értető, csak akkor ugyanúgy, ahogy te nagyon felelősen megdicsérlek, észbe kaptál, hogy ezt nem kéne, mert hogy a védőtávolságot nem tud tartani.
meg egyébként is sokan vannak, hát akkor vissza kell venni, nincs mese. Igen, abszolút. Szervusztok, Soroksár, Molnár, Sziget, hétvégente teljesen megtelik azzal tetézve, hogy a sok, és akkor egy minősítőjelző szinte a Dunába is beleáll a kocsijával, hogy 99,9%-ban masz nélkül témferegjén a tömeges póráz nélküli kutyasétáltatásról már nem is beszélve. Fog futálni. Hát, voltam a múltkor a két bükkfanyereg mellett haladtam át a Pilisen. Figyelj, ott akkora forgalom volt, mint a Bakcsomópontnál. Aha. Igen. Aztán egy aláíró orvos írt nekünk, a szakvizsgák és a PhD plusz pénzt jelent. Azt mondja, hogy én sem írtam volna alá, ha lett volna más lehetőségem, és nem csak ápolókról van szó, hanem EU dolgozókról, például gyógytornász. Ha egy stroke után nem lesz, aki tornáztassa a beteget, az maradandó egészségkárosodás. Nálunk nem marad gyógytornász. Nem írta meg az intézmény nevét vagy helyét. Lehet, hogy nem is mondtam volna. Manapság már az ilyen üzenetekből is baja lehet akár egy ott dolgozónak. Hát igen, szóval nagyon összetett ez a probléma. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogyan üzemelünk az új rendszerben. Most viszont jönnek a hírek Czoller Anditól, utána pedig jövünk vissza. Már megint, képzeld, de egyfolytában Czoller Andi rá telepedett a műsorra egész egyszerűen. Jó, én akkor haza is mehet. Ja, már otthon vagyok, akkor nem tudok hazamenni. Nem, abszolút. Nincs hova hátrálnunk, Balázs, vedd észre. Igen, egyébként erre jöttem rá én is, úgyhogy most már akkor hadd jön az Andi, mondja el, amit szeretne, utána pedig visszajövünk és folytatjuk a Millás reggelit. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám.